Na, úgy látom, elég elégedetlenek vagytok most itt. Sajnos nem rajtunk múlik, hogy... nem rajtunk múlik, hogy nincsen meccs. Addig is küldök egy linket nektek. Mégpedig arról, hogy Chuck Norris hogy fog meg egy láncfűrészt. Otthon lássajátok ki. Én szakadtam rajta minden esetre. Lássam most már. Kiderülhetne, hogy mi van az a demo nézéssel. Na, közben azt látom, hogy a 3V és Mango meccs lesz. Santi mindjárt ad nekem IPPV-t. Na, közben most nézem, hogy... Igen, Mango 3V az lesz. Tényleg csak IPPV kéne. Micsoda? FAP VS Fusion. Nekem azt írja Santi, ne. Na, mehetek is fel a szerver akkor? Igen. Se hiszem, hogy eljött az idő. Úgy látszik, Chuck Norris velünk volt. Mondom, én sírtam azon a videón. Nagyon komoly. Oh, fönn vannak a szerveren. Na lassan elkezdjük most már. Úgyhogy... Aki nem lett volna itt az előző meccsen, a Fusion vs... Hú, kik is voltak? Atya úristen, felejtettem. Fusion és RL. Hát az RL eléggé csúnya vereséget kapott. Fusion, ahogy elnéztem, a Fusion elég jól játszott. Most kíváncsi leszek a FAP meccsre. FAP vs Fusion. Nem is tudom, hogy közvetítettünk-e ma a FAP meccset. Még nem. Még nem. Úgy rende. Lassan elkezdjük, mert most már csak Goránra várunk.
Na, elkezdték. Nekem közben sok szerencsét kívántak. Oh my god, hát nehogy már így menjetek végig. Azt hittem. Jó, azért így megindulhatnak a srácok. Hú, nem vagyok hozzászokva ez a gyorsasághoz, úristen. Hopp, ez a fusionnek áll. Ó, ezt a hátba kist. Raventől. Raven előző meccsen nagyon jól játszott, szerintem, hogy nagyon szép csipákat lőtt itt gyors ketteseket. Sorházból, hogy... Na. Fap lő először. Mindjárt meg csak cross lövik ki. Crosson már nem játszunk. City. Off. Ez a fusioné volt. Közben válthatsz át nagy képernyőre. Oh, tényleg. Jaj, öcsém. Akkor négybe akartam váltani. Na, strike játsznak. Hallod, megírhatnád, hogy mi az Erkon. Ja, ok. Ja, de, hogy, lenne, hogy te vagy Chuck Norris. Hogy fönts is a szerveren és átrakja. Ennyi. Hát, mit tudod? Ott van TS helyen az Erkon, nehéz. Hú. De ugye milyen nehéz? Ja. Ne felek ismét, még Zodger lesz. Nem is tudom, minek írok, hát miért nem mondom. Írni akartam csatban. Bocsánat, raktam ki nagy képernyőre, de is lelkalandoztam, úgyhogy. Na. Most már csak fűzsőre várunk. De a szerverre. Te is jössz? Jó van. Igen. Amúgy sorry, hogyha a scoreboardon így görgetek, vagy és így... Szóval így, azért mondom, hogy lefelé görgetem és fölfelé megy, szóval néha csinálj ilyeneket. Nem baj, meg azt egy új égeret. Jó, akkor légy szíves, van egy sensei. És a izét kérem, a narancsága. Feketét, jó? Köszi. Igen, elfnetikos módban. Aha. Hát nem kell elfnetika, nekem az is jó, ha az van rájva, hogy már ki. De hogy ilyen különleges másik van, aki van. Most megy a kés a szájdért. Fusionből kiindulva szerintem azért ők elég esélyesek erre ennek a messek a nyerésére, mert az előző meccsből kiindulva tényleg mondom, olyan szinten összetetten tudtak játszani. Most is. Egyszerűen odafigyelik a késre is. A ve gyerek, hát ez is egy nick amúgy. Fölugrál jumper és utána lejön. Hát sok értelme van tényleg. Hát ez aztán nagyon... Hát ne... Ajaj, autó, és autó, mi ez a gyors hármas? Hát atya úristen! Lehet, hogy ezt már tudta előre. Azért arra is figyeljünk, hogy az előző meccsen a FAB 12... 2... és már 4-12-ről állt fel. 12-12-re, és hosszabbítást lehozták. Ja, ezeknek a demóját nézted meg? Igen. És kinek a demóját kérték el? Vi. És pont ő volt a gyorsámos. Atya úristen. Biztos... Ne... Atya úristen. Hát most kapcsolok. Hát Vi, Chuck Norris. Azt mondod? Hát tuti, hát előbb 12-4, aztán 12-12 Vi-nek a demóját kérik el, most meg egy gyorsámos. Hagyjad már. Na jó van, tényleg vissza a meccshez, most már elkezdődött. Most ők is vannak az utcán. Marina kilőtt a rosszit, ez Zajaki, no pedigket. Úgy látszik, itt is úgy kezdődik, hogy az első 10 percben kettő kiesik, majd mire megmondom, meg kiesik a harmadik is. Ez borsan alakult, 2v3.
Majd 2v2 Sakralus 2-t lőtt egymás után értelennyében. Jó védt a bét, nagyon. Fusion bent van állni és a rakja is. Na. Itt könnyű lesz levédeni, csak a... Jól kell csináljuk, tényleg egymás kell fedezni, mert más esik. Hát ez a négy, ez nem kellett volna. Alatt maradt egyedül. Két oldalról jelent, és látom, hogy hol van meg, és lettek, nagyon szét is lőtték. Jaj, ez így. Két oldalra húzós lesz, de megoldható. Ugyan meg is van gólal előtte Art, és leszedik a bombát. Azt az érzed, hogy 2-4 volt. Igen. És lehozta a fap. Explosives diffused. Első kör meg is van nekik. Azt hittem, hogy Fusion simán hozni fogja. Bén próbál lerásolni a Fusion. Itt megakadtak. Ellenféllel találkoztak. Négyen vannak Bén, és egyedül védi At. Mopi. Mopitik. Az. Kiszúrták, esélye nincs, úgyis tenni fogják, ahhoz már mennek is arra. Dövi második lövést hibázza el. Hármiukban van egy srác, akit néz, és őt akar kilőni, de nem sikerült neki. Így, hogy nem voltak bent a... Így, hogy nem voltak bent a... Ger, jó van, lelőttem most már, ez így... Azért valami esély van, de nem voltak bent a... És így is próbáltak átmenni, és nem... Lefekszik oda. Miért nem pálma mögé ugrik? Nem értem én ezt. 2v2. Szintén ugyanaz a szituáció, kivéve azzal, hogy háromikban van most már Raven. Rave. Hát lehozták. 1-1 az állás, úgy néz ki eddig. Eddig eléggé kiegyenlített. Mondjuk két körben elég nehéz megmondani ezt azért. De mind a kettő, kettő csapatnál ugyanaz volt, hogy úgy értem, hogy kiegyenlített, hogy az előző kört azért FAP... Jó, mondjuk éppen az, hogy pont nem, mert FAP úgy hozta le, hogy 2v4 volt, és ügyesen csinált ez a két gyerek. De a Fusion meg jól összedolgozott a bent. Ez jó volt, úgy. Kerkező bent van, és kiszedi Rosit. Majd dupla pálmára dob egy random néded, ami nem sikerült. Hogy aki hátba lőttek Korant, mielőtt és miután kinélte Art, rakják a bombát ára. Így van, lent is van, és vímaradt 1v4-be. Viszont, mire kimondtam már le is, késelte Zayakit. Hát nem sok esélyt hagytak Vinek, hogy kibontakozzon. Mi történt? Én pont műt néztem, nem tudom. B-házban fönn volt a gyerek, szétlőtte, de körbe lőtte, és utána meg egy srác oda ment hozzá, és lekésett. Face to face, vágod. Egy missing shot V-től, majd még egy, amit hitelt, de nem halt bele. Marine. Fusion ismét bent van és rakják is, és megint kimaradt 1v-x szituációban, mégpedig 1v5-be. Gyorsan le is lőtték, esélyt nem hagyva megint neki. 3-1 az állás. Úgy néz ki, megint elhúzza a Fusion, és gyors meccs lesz, vagy mi fog itt történni hát még? Nem tudom, bár... több Fusion meccset nem akarok nézni. Azért alakulnak a dolgok, itt alakulnak, 4v2 van. Mondjuk láttunk már csodákat. Már kezdődik. Arat. Ez a Mopidip kerül és halad, hogy háromjukba ugrál egy Fusion-ös játékos. Név szerint szerintem Ger van bent. És most fog kifutni, ezt a timingot lőtte hátba ma pedig, és esett a bomba, ezt látták is.
Niger bent van, Án van bent, így van, egy vagy három szituációban. Valamit tudod be, hogy az elég messze van tőle a bomba. Ránéz koronra, de nem tudta lelőni. 3-2-re szélít. A FAB csapata. Közben V dob el egy négyet, B futóra, majd megy hentesbe sniperrel, és mellélő egyszer, a másik már sikerül, leízhet a get, majd megint mellélő egyszer, még egyszer. Ó, Isten, eltűnt a gyerek a szem elől, megint 2-4 szituáció alakult ki, megfagyakozott a Fuse-on eléggé hamar ismét. Nézzük, mit tudnak ebből kihozni. Révész levetem V-t és le is lőtt nagyon szépen, majd visszavonul kicsit. Három jobba. Kint már csak 2-3 szület van. Közben Sakranc fent van Csipa házba, alatta pedig lent van Gorán. Észrevették Sakranc, nagyon hides Rév, nagyon szétlövi. De nem halt bele, majd majdnem hátba lövi őt, Moby Dick, aki visszahúzódik kockához. Közben Ár már bent van, Áplanton is próbálja rakni, és most meghallotta azt, hogy jön rá, nézd, így van, látja is, hogy jött, és meg is, hogy nagyon szépen megnézte, és nem mozdult, azt hitte, hogy nem fog meghallni. Még lett volna még idő tőle. Így van. Közben nagyon szép, hogy Moby Dick Révet ezzel le is hozta a kört. A FAB csapata és 3-3-ra módosul az állás. Érdekes volt, ahogy... ahogy megnézte ott a bombát magam, hogy hát nem tudom. Igen, a gránátot, hogy pottyan, ott van mellette. És fegyül úgy feküdtolál, tehát nem csinál sem. Nem tudom. Úgy gondolta, hogy fontosabb a bomba, mint ő maga, úgyhogy nem tudom. Hát így is lett volna ideje lerakni, tehát már lerakta, amikor a bomba csak a gránát érkezett, tehát... Hát ő egy mondjuk egy valami reagálás, hogy elfut, hogy onnan. Igen, vagy legalább kasított volna egyet, vagy bejön, hogy lol, és akkor meghaltam, vagy bármi. Közben 4v4. Úgyhogy... Az jó, Ger beállt. Spotra eldobja, kukarédet viszont nem hitelt vele. Ahogy észreveszem, a Fuse nagyon hamar be tud menni ára, mert a fapasok kívülről védik, viszont nagyon szépen véd kívülről kivárják, és utána próbálják ugye szépen kiszegedni őket, vagy kinédelni. Most például vidob egy Antplan nédet, amivel nem hitek senkit, mire Marine kilövi Moby Dicket. Sakranc van bugos kukánál, próbál bekerülni őket. Rév kilövi V-t, majd Sakranc ott nagyon szépen csinálta ezt most. És ára befejezi a kört, ezzel 4-3 már. Közben lemegyek altabozni, addig is csinált a dolgot, Márki, átadom a fót neked. Oh, tiéd a pálya. Thank you very much. Tiéd a színpadok, that... Uri Geller mondta, vala. Ok. Hát szintén halt népbe a fa. És megint még egy fusionos volt. Moby Dick meghalt, viszont aki beszokott kerülni. Még egy fapos halt, most már 5v2. 5v2 is most már be fogják vinni arra a bombát. Hátra megy bombát dobni. Gorán, de ő is meghal. Egyedül maradt Sharam. De már B-ről is itt kerül be, de hallotta is. Hát azért kéne zoomolni azzal a fegyverrel, és másképp nem fog menni. Érdekes, ez elég gyors kör volt, elég gyors volt, mert szépen lassan haltak is az emberek. Tehát legyek úgy hullottak kávé. Megint benn vannak van a Ger, megint benn van, és már hárman benn vannak szokornál. És elkerülik egymást, Moby Dick meghalt. Tudják, hogy ott van Café Pálmánál is, nem tud mit csinálni. Gorán, de kiugrik Caféból is.
hitel csak, de oldalba lövi, oldalba lövi, Zayaki. Nagyon gyorsan halnak az emberek, 2v2 van. A bomba esett, szóval nem, most már csak fel kéne menni, de viszont valaki ott középen van. És hátba lőheti, serem. És sikerült neki battani neki a fejest, egyedül maradt Zayaki. Hú, ez nagyon nagy lucky volt a FAP részéről. 1v1, nagyon jól csinált az Zayaki. Visszahozhatja még ezt a hátrányt. Csipával, és a bentet nézi. Rá fog menni Zayaki, rá fog menni. És még rá is érez, rá is érez. Hátra ment. Hú, és pont látni fog... Nem, timing, elmegy. Elkörik egymást, tenni fogja a bombát. Nem tudom, hogy van-e négye. Nincsen, nem is hallotta, hogy teszik, most már tudja. És nem tudja, hogy... Hát azt nagyon súrolta. Nét, és beakadt a vízbe. Ezt a mázlit. Nagyon szép reflexe volt Fab V-nek. Le is szedi a bombát is. És 5-4-re felhozza a Fab. Most már csak egy kör kell ahhoz, hogy egyedítsenek. Viszont azt ne felejtsük el, hogy a FAP véd, úgyhogy ha csak a józan paraszt észre gondolkozunk, hogy a védeni azért könnyebb, mert az idő alapból nekünk dolgozik. De viszont a Fusion, meg ugye ők nyerték a kést, azt hiszem. Igen, és támadót választották, szóval amit tudnak a támadóba, és eddig az látszik, szóval 5-4 az állás. Úgyhogy most a FAP-nak valamit változtatni kell, vagy valamit nem. De most megtorpant a Fusion, megtorpant a ment vannak. Vagy a falon áttunkolás, és meg is halt Gorán. Egyedül van már csak bent, hol ez. És ő is meghal, és 6-4-re vezet most már a Fusion. Most már a Fusionnek tuti döntetlen megvan. Még az a két kör kéne Fusionnek ahhoz, hogy maga biztosan tudja hozni a defet. Középre próbálja védeni a... Marina nem lát semmit a sok füsttől. B-házban hárman. Ketten van a B-házban és egy meg hátul. Most már csak ketten vannak ott és ketten védik B-t. És B-re is akarnak menni. Ez most vagy jó lesz, vagy rossz, hogy valami... De Gerg ki akar ugrani és B-s fogja minden csipát, B-s lőtte, még alatta van egy. Az is meghalt. És teszik is. Egyedül van Moby Dick. És pálmátoka és ki is lőtt a réve. 7-4. Ez a side most már a Fusion-i. A FAP-nak kellene fog ez a kör ahhoz, hogy nyugodtan tudja hozni a támadót. Lehet aztán, hogy a FAP is tud valami megvapot is ülteni. V megint egy missing shot. Nem, egyszerűen nem tudja ellőni a futókat, nem tudja. Végig láthattunk tőle szép shotokat. Na közben vissza is térnem én is, itt már... Na, 7-4 az állás. Alice plusz 10 nagyon szépen bevédte B-t, kijött és megvárta, míg két tiszta célpont lesz és lelőtte. Zayakit is marad. A Fuse-a megint bent van ám. Megint bent mind a két ember, mind a két játékos bent van. Igen, de viszont a... Ketten vannak csak az a baj, és le is van hite var. Igen, nagyon hites var. Egy gondol, és vége. Egy. Ha jól látom, akkor egy kukánnál, egy szobornál, míg a harmadik játékos kaféból jön, át ki is nédelik. Germán ott egyedül is eléggé rossz jel, mert a kafé is nagyon könnyedén megláthatja, amint kijön. Eléggé messze. És észre is vette, így van. Messze volt ugye minivel, hogy azt leszedje. Más nem tudott elszaladni, mert ugye még két játékos is körbevettült, úgyhogy ez így kicsit fajra sikeredett. De én azt mondom, hogy 7-5 támadóba nem rossz, akkor sem. Ez ugyanígy elmondható védőbe és az 5-7, tehát lesznek még egy izgalmas momentum. Hát az biztos. Egy
egyik csapat se lő nagyon egységesen. Igen, míg a Fusionből Rave már 17 fregnél járdik, Marine csak 5, és ugye Marine a sniper, tehát egy ilyen pályán eléggé húzni, aki kellene a csapatát. Mondjuk ez igaz a más csapatból, és ő is sniperezik, és ő is csak 6 fregnél jár. Úgyhogy a faktor is gyorsan belőle meghal, gyorsan, de meghal, mert pont elnézett. De viszont Kafét is nézik, Moby Dick mellett itt van, és jól is érzi, de rosszul ugrott, és elvitte Ger. Szépen kezdtem viszont a hitelezésbe, hibát rejtett, ezért nem tudta lelőni Gert. És szakrámzottan is rá, és menne Ger le, és lövi, így van, a másik fegyet szerzi ezúttal. És egyedül maradt Vén. De 4 Fusionossal szemben, eléggé kiszolgáltatott pozícióban és helyen. Így van, Marine le is lövi, nyomott az állás. Nem tudom, hogy vélekedsz te, mint régi nagyon jó player erről a playerról, hogy inkább támadó vagy védő. Hát, jobb ezen játszol, hogy könnyebb. Ha úgy nézzük, ugye a csapatból is függ. Hát igen, ezt akarom mondani, hogy igazából ez attól függ nagyon, hogy ha van jó kisákás, aki gyorsan be tud menni arra, szóval jól tudja taktikázni a méreket, jó ismeri, hogy hova esetnek, ráérez, akkor a támadóra lehet építeni egy csapatnál. Nagyon fontos, meg egy jó nagy AK is kell, aki nagyon könnyedén zár. Szóval, hogyha látja, hogy már benn vannak annak, akkor rögtön helyekkel is dob egy füstöt középre, és akkor nem tudják oldalba lőni, és már föláll a kocsira utcán, és már nézi szobrot neki. Ugye, hogy segítsen, hogy csak az egyik oldalt kelljen nézni a kisákásnak. Ez sok mindentől függ azért. Védeni meg ugye persze azért könnyebb, amit az előbb is mondtam, mert ugye az idő akkor neked dolgozik, szóval minden pályán elviekben a védő az könnyebb. Hát ők vannak helyzeti előnyben maga a körkezdelétől, aztán hogy most ebből mit hoznak ki, az már csak rajtuk múlik. És igen, ahogy mondod is, hogy kell egy olyan nagykalás, aki könnyedén mozog, zár, fedezi a másikat, és pont ez nincs most meg a flopnál, ugyanis ahogy nézem, tehát hiába mennek ára, ha háromjukból, vagy legalábbis torony környékről senki nem fedezi ugye a bemenő kiskalásokat ára, és nincs ugye átfedezete a játékosoknak, és ez meg is látik az álláson egyelőre. 9-5, és már most is ember hátrányba ismét FAB csapata, mert 3v4 van, igaz, ez nem mond még semmit, mert bármi lehet ebből, hogy azt már sokszor is láttuk, de azért az ember hátrány csak ember hátrány, és ez lelkileg is befolyásolhatja a játékosokat. Most nagyon megültek Bén. Nagyon szépen kiszedte ez a Zajakit. Most nem tudják eldönteni, hogy Bére menjenek, vagy szóljenek arra, ebből Bén lesz szerintem. Igen, pótolóznak itt B, mind a három már itt van. Egy fűzönös bent van áramjukban, egy fűzönös B hátul teljesen, még az utolsó fűzönös A van bent, és azt védi. Fapsok már bent vannak B-nek, a fapsok bent van. Ger állni fekszik, nagyon fekszik vizesnél. Most kezd visszazállni a csapattársaságon, leinfózták, hogy B-t akarják rakni a faposok. Gorán kezdődi Révet. Ger dob egy plan néled, amin nem talált, és 1v3-on maradt ezáltal. Meg is látott egy embert fekete piacon. Hát itt próbálja kidőgozni. De van téve, így a bomba így nincsen sok esélye, szóval ott most itt Desert így próbálhat így, de hát nézd meg, semmire nem jut, nem tud kijönni arról, mert nézik kukát is, közepet is. Próbál. És még az autoprime sem volt vele. Hát nem. Na, szépít a FAP. 9-6 az állás. Elég maga biztosan hozzá a Fusion. Amúgy. Most hozott egy kört a fa. Vi mekkorát lőtt mellé, pedig ha az meg lett volna, akkor... Az egyik minis, aki beszokott lenni erre, az meg lett volna. És nagyobb esélyt láttak volna. Végező szerint kiszedi Moby Dicket. Vi a sniperes, és ő az, aki viszi a bombát is. Egy kicsit ilyen lassú taktikát alkalmaz a FAB. Próbálta lefészelni Marine, de nem került neki, szakrámsz kiszedi Art közbe. Már fent van.
És kezd megtorzani a fusion, vagy most mi van, mert megint 3v1. Lehet. Ger maradt egyedül, ugye ő állni szokott lenni, és ez szerintem a fap is egy fapos kaféba van, még a másik B csipaházba, és mi pedig viszi a bombát B-re. Tehát, hogyha Gary neki tudna futni, akkor meglátja őt, viszont ki tud zárni, most meghallotta, hogy hol a játékos. Tudja, hogy jobbra is van mellette, dob egy antiplan néret. Nagyon szép kettő. Egy megvan! És itt van balra, nem fog rá számítani. Nem számít. Hol van? Bent van a ház, bent. Vagy fönt? Fönt van. És közben a Sakram Singh mindig kukánál van. Akit észre is vett nagyon szépen. Ger viszont elhiteli, de nem tudja megölni, és V-hátba lövi Gert ezzel. Ismét kört hoz a fab. Az első 20 másodperc a Fusionnak kedvez. Igen, aztán meg elnyitják. És utána meg fordít a fab. Igen. Én is pont ugyanezt akartam én is mondani. Nézzük, megint Fusion-nel. Most leütik egy kicsi srácok, most már rádöbbentek ők is, hogy oda kell figyelniük most már. Egy 9-7 nincs messze attól, hogy lehozza az ellenfél. Ezek a legfontosabb körök amúgy. Itt, aztán itt el kell húzni, szóval ez olyan döntő fontosságú ez a kör. Például most, ha a fab hozza le, akkor már is 9-8-ra visszazárt a Fusionhoz. Viszont ha most lehozza a Fusion, akkor meg már 10-7-re elment a Fusion. De ez pont a két véglet már, hogy vagy fölzár az egyik, vagy már nagyon elmegy. De most a Fusion odafigyel, és már is 3v5 van. Egy védi beat. Kettő védi beat és egy alt. Köszönöm, hogy elkezdeni Moby Dicket, ezáltal 2v5 szituáció marad. Mindenki van a Massacrons ledigrözte Gert. V, egy missing shot, és így már nem is fog tudni befogni, erre így van. Ez veszett fejszer nyele volt tőle. Közben egy Sakrams árt kiszedni, amire Rave azonnal válaszol. Ezzel 10-7, igen, és ugye már 3 kör különbség van a két csapat között. És azt visz 3 körgel a Fusionnek, tehát ha oda-vissza egy-egy köröket hoznak, akkor is lehozza a Fusion innentől. Ezért a fapnak valami nagyon gyorsan ki kell találni, hogy működjön, és hozzanak köröket, különben búcsúzhatnak a mai kupától. Gorántod, ez nagyon fajú volt, ezt láttad ott, Bén? Nem látom, pont én átfigyeltem, aki kiszedte hentesből Moby Dicket, és gyors kettőt lőtt a Fusion, ezáltal 3-3-ra módosította ugye az ember. Most már 2v2. Köszönhetek, ott így van. Sakrams és Rollins Áron és Marinével szemben, ugye Ár, Nagy AK, míg Marine, Scope, és a faposok közül pedig mindegyetően Nagy AK-s. Mondjuk most már bármilyen fegyvert tudtak szerezni. De elválik, hogy mit is alkottak vele. Szakrams nagyon hites, ugyanis Ár AK-nál van. És egy golyó kell bele, Marine kilövi Sakramsot. És visszalő. Mit csinálnak? Ár. Át nem tudja kiszedni, át nem tudja kiszedni, és áll lelőre az itt. Hát ez mi volt? Hát szétlőtték, ez megint egy elrotott kör volt. Fagyi. Hát ilyet. Így van. De még hogy visszanyalt a fagyi? Hát nagyon. 11-7 az állás a Fusionnek. Hát most nagyon összeesett a fab szerintem. Én ezt nem mondanám, mert ahogy mondtuk, 12-4-ről felhozták az előző meccsen is, tehát bármi megtörténhet még. Még lehet egy esetlegesen egy epic comeback tőlük, de majd az majd később elválik. Most a névet nagyon-nagyon szét hitelik. Nagyon megfontoltan, mondhatni megfontoltan támad a fab, vagy csak egyszerűen össze vannak zavarodni, hogy most akkor mit is csináljanak. Ezt ugye mi nem tudjuk, mert
külsősként nézzük. Hát most mire akarnak de... szerintem inkább menni? Vagy középről bemenni arra még azt is, csak az, hogy ketten vannak kafénál. Nem tudom. Az igazság, hogy ha megnézed, V-nél van a bomba, és ő kafé mögött van kint, és vár. Míg a csapattársai B-ről mennek befele, vagy onnan akarok visszaállni középre, vagy egy terelés lesz, és akkor mennek viszont. Olyan véd, nagyon szépen kiszerűz a szajakét, még egy van. Három fokos van bent, Ány kilőtték, Árt, Áron és Marina is rét maradt. Mindenki mondom már, csak Marina él egyedül. Én inkább helyesbítenék az előbbi, amit mondtál, hogy megfontolta vagy megvontolta, mert szerintem inkább az, hogy megfontolt. Nagyon jól jöttek balra, nagyon jól. Egyszerűen rég láttam már ilyet. Igen, szépen csinálták. Mert én neked nincs csak esélye, mert egyik bal oldalt, másik jobb oldalt. Nem tudja, hogy vízni. Most fogják hátba lőni? Á, hallották is. Ott volt a feje! Mit nem vett észre? És a... Ott volt a feje. Most lehet, hogy tényleg az lesz, amit mondtál, ha elkezdi hozni. Hát... Az csak nekünk is, hogy nézőknek is... Jobb, hogyha... Minél szorosabb és izgalmasabb egy mérkőzés, és a vég kimenetelébe dől el a mesnek, hogy mi történik mégis. Zaja kilövi Rozit, és erre V válaszol, ugyanis lefészelte Zajakit, majd Goran lövi le Révet. És Goran dupláz, lelövi Árt is. Ezzel már 2v4 szituációban vannak. De van még egy ott közben. B közben van még egy. Csak ott a fal túloldalán. Bemegy B-ház alá inkább. Ki van B-n? Valaki van B-n? 1v4 van, majdne Scope-val B-n van. Nem nagy kalával? Hát majd mindkettő van neki. Szerintem mindkettő. Nem tudom, nyomott egy 360-as tutorial. Kicsit összezorod, igen, hogy honnan lőtték. 11-9 az állás, az utolsó kérdőt ugye a fab hozta. Húha, kezd tényleg azt lenni, amit mondtál. Ezt a költ is lehozza a fabok a fűzsének, kész. Ez... Meglátja, hogy 11-10, hát simon fogad. Pedig Szajaki középről nagyon szépen kiszedte Moby Dicket és Rév pedig Goránt. És mindkettes ember hátrányba. Viszont most... Ember hátrányba, mint azt mondják, mert ember hátrányba. A fab! A Fusion most jól helyezkedett, mert van egy háromjukban. Most hiába lőttek ki egy embert a végén, de háromjukban van egy... Vagy azt lőtte ki? Azt lőtte ki, pont azt lőtte ki Zaj, aki kinézett rá. Hát nem viszont, lett volna szabad, nem lett volna szabad. Akkor visszaszívom. Nem lett volna szabad Zaj, kinézni. Nagyon lekempeltek a srácok, egyszerűen kellettek ez a kört nagyon. Tudják azt, hogy ha ezt a kört lehoz a Fusion, akkor talán elbuktak innent. Lelövi Rozét, majd lelövi Sakramzot is, az egy plusz 10 volt, igen, és ki fog nézni a harmadikra, és ott van nagyon hiteli, meg lesz neki a harmadik, és meg is van, így van, 12-9 a Fusionnek, egyetlen egy kör kell ahhoz, hogy bekerüljenek a döntőbe. És a Fabnak ismét 3-at kell hozni Zsinórba ahhoz, hogy visszahozzák döntetlenre, és hosszabbítás lehessen. Nagyon sikerül ez nekik, már titka rossz erről. Hát, az előző meccsből ítélve, adnék rá egy kis esélyt, de hát... Köszönöm, amint kimondtok, ezt Marine kilőtte Rozit, majd Ger szakramzott Goran Zajakit, és mi pedig Gert. Ujjjjj, nagyon gyorsan törnek az események, oda-vissza mennek a Revenge fregek. Túl megy közben egy pálmához ennéd. Ár van N. Rév Bén. És Marine hátul van teljesen, és Goran be fogja kerülni, Goran bekerült a Révet, így van. És ki is lőte. Tudja, hogy hol van. Marine nagyon jól tudja, hogy hol van, kinéz rá, viszont nem tudta lefészelni. Nagyon szép volt Marine-től, de nem mehet ellövi Moby Dick. És a bomba még nagyon messze van. Ár. És viszont V messze van, és a bomba is messze van, most próbálja vinni. Inkább oda kéne nézni B közben, mert ott van a gyerek, kilínelne jobbra. És pont bele fog futni, ott van balra, és nem láttam, mert nem bájt monitor. Hát ott nem tud előni. Most bejöttek, dupla füstöt dobnak a plantra, és már rakják is. Ha bombát el tudja lőni, akkor...
Explosives planted. Tudom balra. Ez fajé nem adta be egy pedig tudta, hogy hol van és nem tudta belőni. 12-10. Lehetnek még itt érdekes dolgok. Atya úristen, két kör van hátra fűzőn. Komolyan mondom, ezt nem hiszem el. A vérnyomásom az egekbe. Két csipa egymással szemtől szembe voltak, viszont egy is utalált fel a másikat. Nagyon kell a kör a fapnak és annál jobban a fusionnek. Ugyanis nem engedhetik meg azt, hogy kihozza döntetlenre az állást a fap, mert a hosszabbításban bármi megtörténhet. Egy-egy ember esett ki mindkét csapatból. És mind a kettő bírál. Viszont már fabben van on. Szóval csak be kéne menni és segíteni neki. Próbálnak kávéba menni, de hát tudják, hogy ott van pálmánál. És ráadásul kávésnál van a bomba. Hát ez teljesen abszurdum. Hát a fab rosszul csinálja. Viszont nem tudom, hogy tudják, hogy Ger itt van. Tehát Ger elég jó pozícióban ahhoz, hogy meg akarálja az ára bemennek el, csak hogy tudják-e, hogy itt van. Ránéznek-e? Így van, meg is látták most. Nagyon ellőtték, így van, meg is halt. A fab teljesen bent van. Négy emberrel van bent ám. Még mindkét fűzönös kint van. És ugyanazon a pozíción tartózkodnak mindketten. Explosives planted. Egyetlen egy kör van hátra a mérkőzésből. De hogy ez lesz az utolsókra, azt nem tudjuk. Hát attól függ, melyik csapat hozza. Most a fab megint visszahozza, és a döntetlen belehozza, hát én esküszöm. Nem tudom, hogy csak ővel nyomom a bolyat. Nagyon kell el a kör mindkét csapatnak. Melyik tesz meg érte többet? Ár nagyon hites, ár 0 HP-s, de nem halt meg. Korán lelövi Révet. És Vít hiteli el, Marine viszont ő sem halt bele, ő is 1 HP-s volt. Közben elkezdeni Rolzit, és ezzel megint 4v4. Be a csaptok. Ujj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 
név szerint árszedte ki. Ha erre nem tud válaszolni gyorsan a fab, akkor könnyedén a meccsükbe kerülhet ez. Vagy a továbbjutásukba fogalmazhatunk így is. Miközben sniperrel zöldségesbe van fent és onnan próbál kiszedegetni. Fusion Tomos benn van egy három lyukba, és hát úgy látszik Fusionnal hosszalázás. Te véd, 2-4 az állás. És be akarnak menni középre, de ott van három lyukba, és ez hozzá. Szóval kikészed három lyukból, 1v4, 1v3, és lehozta a Fusion, 13-11-jel megnyerte a meccset, és bejutott a döntőbe. Én azt mondom a srácok, hogy egy nagyon szép mérkőzés, látom, nagyon izgalmas volt. Mindkét csapat jól játszott, és én nem mondanám azt, hogy Víg csalt volna, tehát nem tudom, hogy az előző csapat mit látott benne. Egyszerűen lehet, hogy csak minden összejön akkor neki, és azért lőtt annyira. Hát nem tudom, azért csak a kifogások jönnek most. Nekünk is igen. Volt nagyon lanó, hogy 11-1 volt az állás Confis ellen. Jaj, reconnectet nyomtam. 11-1 volt a, még gamersektől 11-1 volt a állás City Streetsen Confis ellen. Hülyéskedtünk, azt a végén 12-12 lett. Közben az eleleg, a third World elverte 13-5-re. Még pedig kit is verte 13-5-re? Jaj, igen, tudom, már a Mangó csapatát, úgyhogy ezt írom is bele. Nézzük, hol járunk éppenséggel. Így van, a döntő fog következni. A döntő fog következni, így pedig a Frost Chubby Ono féle mix játszik a Fusionnel. Ez nagyon izgalmas
Jó hármas mérkőzést nézünk elébe szerintem. Hát igen, csak szerintem a két ilyen meccs után a Fusion, vagy hát nem két ilyen, hanem egy ilyen meccs után a Fusion szerintem azért elég rendesen, főleg úgy, hogy ilyen késő van már. Szerintem a gyerekek kicsit le vannak tompulva, és nem hiszem, hogy egy Onofide mix csapatot meg tudna várni, vagy nem tudom, szóval... Lehet, lehet. Kérdéses azért ez a dolog még, mert lehet, ki tudja, a Fusionosok nagyon bírják az éjszakát. Ezzel már én is le vagyok tompulva agyilag. Olvassuk egy kis Chuck Norris viccet. Ha gondolod, addig közben az EPP-t hol kell felmenni. Na szóval akkor Fusion Server döntő lesz, ez már ugye BO3-ba megy majd srácok. Reméljük, ha végéig velünk tartotok, igaz már elég késő, mert hát